én megítélésem szerint Péter ahhoz a generációhoz tartozik, és személyileg egyén is azok közé tartozik, aki már mindent tud, és még mindenre képes. Heisenberg azt mondta, hogy a tudománynak az a dolga, kutassa ki a világ mindenségből azt, aminek az eredményeként a tudomány hasznára lehet az emberi boldogulásnak. A művészetnek pedig egyetlen dolga van, hogy hozza létre a sohasem voltat. Az a kíváncsiság hozott többek között ide, hogy van-e ezen a kiállításon sohasem volt. Maga a kollázs elv, hogy a digitális világba elhatalmasodott, hogy hányféle kollázs van. Én azt merném mondani, hogy ő összeszereli a képet. Egyfajta olyan asszemblázs, lehet, hogy síkban van, és utána digitálisan ki van nyomtatva, vagy a magas nyomás elegyedik, vagy nagyon sok olyan jellegű technika elegyedik, egyfajta ilyen combine picture painting, ugye a kombinációknak, ugye ez is egy ilyen a modernizmusból eredő, a pop artból eredő kifejezés, de nagyon fontos az, amit én elneveztem, hogy az ő autonóm belső világának vannak saját heraldikái. Valamilyen értelemben az újdonság az az, hogy hogyan lesz valaki, ugye a mostani csúnya kifejezése úgy posztdigitális, ugye, hogy visszatérünk az anyaghoz, a matériához, meg sok mindenhez, hogy közben eszembe jut akár az ikon, vagy a Trecento képek is. Ugye, hogyha megnézzünk egy heraldikusan felépített, szimbolikus képi világot, akkor az, hogy mi van messze vagy közel, sokszor úgy jelentkezik, hogy mi van fölötte, alatta, mi van mögötte, vagyis a léptékek még nem az optikai és illuzórikus felfogás szerint épülnek. És itt van az a legfontosabb dolog, hogy az olyan, mint egy címer, vagy egy páncélos vitéz, hogy tele van emblémákkal, tele van olyan fajta dolgokkal, mint egy páncélban, és ha jobban megnézzük a Stefanovics Péter munkáit, akkor szinte ilyen páncélba burkolt figurák, de hogyha jobban belegondolunk, van-e a páncél mögött valami, hogy lehet, hogy nem az emberre tesszük rá a heraldikus szimbólumokat, hanem maguk ezek a heraldikus szimbólumok építik fel az embert. Én úgy érzem, mivel hogy kísérletező művészről van szó, de ez a kísérletezés nem azt jelenti, hogy radikálisan megváltoztatja a formanyelvet vagy a technikát, hanem talán az a fajta szabad anyaghasználat, ahol az utóbbi két évtizede legalább, hogy a digitális technika is belép. Na most a digitális technikánál ugye van egy olyan fajta fétisizálás, hogy az magához rendel újfajta látásmódot, de hogy tartalmilag is módosult. Hát ez részben igaz, ugye, mert elsősorban technikai eszközről van szó, de viszont azáltal, hogy a montírozás, a kollázsolás, a transzparencia, a különböző olyan technika, amit régen mondjuk a dadaisták, szürrealisták úgy készítettek, hogy ollóval, késsel, vágóeszközzel szétfaktostak fotókat, metszeteket. Szóval ez a kollázs elv, ami most már nyugodtan lehet mondani, hogy jóval több, mint egy 100 éve már a képzőművészetnek a része. Na most ez a fajta technika, ez állandóan jelen van. Itt a kiállításon is érezni azt, hogy az, ahogy a szénnel dolgozik, a krétával, abban is beleaplikál, az az érdekes, hogy a fametszetet, vagy akár a részkarcot is utólag beemeli a kompozícióba úgy, hogy a számítógép segítségével nem egyneműsíti, nem olvasztja össze, hanem azt a nyers kollázs technikát továbbra is használja. Egységes anyagnak, legalábbis az elmúlt két évben készült anyagnak van egy kiadványa, egy kísérő kiadványa, ez nem szokott előfordulni az ember életében oly sűrűn. Tehát ez önmagában újdonság. Másrészt meg anélkül, hogy ez egy program anyag lett volna, tehát nem egy előre elgondolt és tematikusan épített
gondolatmenet alapján készültek a munkák, különböző fázisokban, különböző technikákra épülve, de mégis azt kell mondjam, hogy valami összefűzi őket, ezért is ez a cím, ami egy általános kifejezés, utalva az antikvitásra. Mai fotográfia, illetve hát miután a fotográfia is digitális technológiában működik manapság, az egyéb elektronikus beavatkozások is a dimenziókat nagyon könnyen tudják cserélni, illetve megvalósítani. Közel sincs az az állapot, akár csak 20 évvel ezelőtt, hogy egy meghatározott technika, legyen ez egy mélynyomásos technika, vagy egy litográfia, az adott technikai korlátok között tud csak megnyilvánulni. Itt szabad mozgás van szószoros értelmében. A monitor képen megjelenő különböző piktogramok és egyéb dolgok, meg maga a logikája, ugye a transzparencia, a különböző léjerekkel létrehozott digitális képnek az áttűnései, az teljesen más, mint a hagyományos régi fotogramok. Sokkal nyersebben használja, ilyen értelemben a hagyományos kollázs technikát használja, és ez talán azért is fontos, mert ezek a különböző nemű anyagok, különböző forrásból, különböző helyről, akár a saját munkáját is elegyíti a fotóval, vagy a különböző faktúrákat, textúrákat egymással ütköztetve, szóval nem is az, hogy egybeolvasztva, ezek ugyanúgy egy ilyen nyers, emblematikus, szimbolikus jelentésűek, ugyanúgy, mint a régi munkái. Ha használ számítógépet, ha azok a grafikák, azok ilyen olyan printek, amelyek már lehet, hogy az előmunkálatok azok kollázsok voltak, de utána egy nem üsödött a digitális nyomat által, mégis megtartja azokat a nyersességeket, ami, megmondom őszintén, a néha erőszakolt, posztdigitális, nagyon megideologizált munkák ellenében szinte manuálisnak érezzük ezeket a grafikai munkákat. Egy korfui utazás során azok az útmenti szentélyek, oltárok, illetve azoknak az állapota, életkora mondhatni, mint egy emberi életkornak a változásai, megjelenési formái hatottak rám. 3 napig altóztam Korfun, és mindent lefényképeztem, ahol ilyet láttam, és ezek a szentélyek, ezek az útmenti oltárok valahogy úgy megragadtak, mint egy komplett világ, a mulandóságot és az elmúlást és a pusztulást is magában hordozó esendő tárgy sorozat. Most nagyon érdekes ennél a kiállításnál az, hogy egy szimbólum felhő vagy aura végig kíséri a kiállítást. Hát itt most ez a hívószó, szó szerint az Ave, már egy kultúrkörre utal, és nagyon érdekes a kiállításnál, hogy valóban ez a keresztény kultúrkörnek a szimbolikája, meg a pogány római szimbolika így együtt megjelenik ez a fajta az örökérvényűség, kicsit panoptikumszerű felfogás, ami valójában azt jelenti, hogy az a római polisz, az a római hierarchia, az a fajta társadalmi képződmény, ami ma is jelen van. És ilyen értelemben ez a kiállítás nagyon sokféle módon, de mégiscsak egy a földi társadalmi létnek egy ilyen összefoglalója. A groteszk az azért jó kifejezés a képzőművészetben, mert a könnyed iróniától egészen a tragikomikumig, vagy az abszurdig el lehet menni. Na most azt érzem, hogy Stefanovics Péternél ez így mozog, hogy van, amikor tényleg szinte ilyen,
ilyen egészen megmosolyogtatóan abszurd, vagy groteszk, vagy hogyan lesz az, hogy a mindennapiság meg az elvont szakralitás együtt szerepel. Én úgy érzem, hogy Stefanovics Péter ezt a hagyományt viszi tovább a maga módján, a maga stílusával.